Köszönjük szépen a segítséget! A család legkisebbje is megkapta a karszalagot. Az állami közigazgatásban dolgozók gyermekeik és közvetlen rokonaik társaságában péntek délután ingyenesen járhatták végig az idén 25 éves nyíregyházi állatparkot. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal 2018 óta rendszeresen szervez családi napot, elismerve ezzel dolgozóik egész éves munkáját. Azt gondolom, hogy egy munkahely az egyúttal egy közösség is, és igyekszünk abban, hogy a kollégáink számára olyan közösségi programokat szervezünk, mint például ez a mostani családi nap, mivel a kis közösségi élményt is megélhetünk. Mai nap az gyakorlatilag arról szól, hogy a kollégáink az állatkertben családtagjaikkal eljöhettek egy délutáni programra, és aztán azt gondolom, hogy mindenki feltalálja itt majd magát. Itt a érkező családokkal, gyerekekkel beszélgettem, és igen, széles a palettája azoknak az állatoknak, akiket szeretnének megnézni elsősorban a gyerekek. Úgyhogy gyakorlatilag ez a mai rendezvény semmi másról, és nem szól többről, mint arról, hogy kicsit a munkahely világából kizökkenve érezze mindenki jól magát. Azt gondolom, hogy a lehetőségek ehhez adottak maximálisan. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár a családi napon arról beszélt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalra a háború miatt is hatalmas feladatok hárultak, amiért külön is köszönet jár a dolgozóknak. A politikus hangsúlyozta, különböző fejlesztésekkel is igyekeznek csökkenteni az adminisztratív terheket. Az állam az utóbbi években számos ügyet tett otthonról is intézhetővé. El lehet különíteni ezt az extenzív fejlesztési szakaszt, amiben épületeket újítunk meg, a dolgozói környezetet tesszük szebbé, és elsősorban természetesen ügyfélbarát módon, tehát hogy az ügyfélfogadási helyünk nem csak a kormányablakok, hanem máshol is, más főosztályoknál, vagy járási hivatali főosztályoknál olyan körülményeket teremtsünk, ami a 21. századi elvárásoknak megfelel, de emellett természetesen a legfontosabb az, hogy több olyan ügytípus, amely korábban nem volt digitálisan ügyintézhető, az otthonról már elindítható legyen. Vannak persze ilyen külső fejlesztések is, amelyek közigazgatási indítatásból és kezdeményezésre születtek, mint most például ez az úgynevezett AVS, az állami változáskezelő szolgáltatás, ahol a közmű átírásokat már nem kell külön a közmű cégenként megoldani, hanem egy informatikai felületen be lehet jelenteni, hogyha felhasználó változás van, vagy tulajdonos változás van, és vannak hatósági hatáskörök is, amelyek most már egymenetesen otthonról, a laptoppal a zöldben elindíthatók, és várniuk kell, hogy a hatósági határozat megszülessen. A családi napra a kormányhivatal sem érkezett üres kézzel. A 25 éves születésnap alkalmából az állatpark lakóit 250 kg almával ajándékozta meg az intézmény.